A harmadikként átadandó díjat Lőrinc Szelettének, a Csíkfalusi Sámbó Rádió alapító főszerkesztője, működtetőjének ajánlotta a bizottság. Felkérem Pásztor Zoltán, rádiós újságíró, MTBR csakorlatő tanácsadót, a Kossuth Rádió volt intervánsát, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem kommunikációs tényerét, a rövidített méltatás és megfelelősége. Egészséget! Így köszöntök egy idős férfi, amikor elmentem mellette az egyik moldvai Csámbó faluban. Kibújtam, nekünk kellett volna előre köszönni, de a megjelenítettem. Egészséget! Válaszoltam vissza. Jól megnéztem a férfit. Arca egy nagy ráncos edény, szinte megszámolhattam az életet rajta. Látszott a dolgos munka is. Bizony, aki itt él, nem lopta ötösből szerzve minden napi betegét. 1000 kilométerre lehet Budapestről. Itt jövögetnek és menekednek az emberek. Ha valaki arra kíváncsi, hogy hol lakom, azt kérdezi, na és hol ül? Ha pedig baj lesz, az a forróság, azt mondják, erős, meleges kell leszem soká. Ünnévi vár lesz. Múltunk magyarságon tapintható, látható, hallgató darabban. Bizony nekünk adta nézzük, hallgatjuk őket. Ilyen lehetett a kazinci nyelvonítás lenni magyar szó, amihez azóta is ragaszkodnak a nagy román könyvekkel és ezekében. Jártak rá a néprajzkutatók, nyelvészek, antropológusok szép számmal, bejegyezték dalaikat, meséiket, történeteiket, táncaikat. Ma már tudjuk, hogy mire lehet építeni a Csángó népvére valamit megvetettek. A ma magyar örökségdíjban részesülő fiatalember mégis olyat tett, amit csak kevesen. Jelenné, jövővé változtatta a módot. Kitalált valamit. Olyasmit, ami segíti megőrizni a Csángó kultúrát. Rájött arra, hogy a rádió az egyik legtökéletesebb eszköz a kultúra terjesztésének terén. Műveltséget ad, nevel, tájékoztat. Ezért is olyan fontos a Csángó rádió. Kitalálni a Lőrinc Szelesztén ígyét magával. A rádió elsősorban abból a célból indította be, hogy általa hírtadjak és a Csángó kultúrát terjesszem az itthon élő és külföldön dolgozó és kitehető Csángókra. De ez a rádió nem csak nekünk szól, hanem minden magyarnak és Csángó iránt érdeklődik. Keresztény 1973-ban született Bátorban. 16 évesen leesett egy cseresztetváron, és olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosok nem láthatóak. Hosszadalmas kórházi kezelés következett, ami után deréktől lefelé regényóval vihették haza született. Akkor ott megfogalmazódott benne, hogy nem adja fel, és nem adta fel. 2009. szeptember 14-én elindította a rádióját, a mi rádióban. Egy ingyenes szerver volt az első eszköz a világhoz. Amikor megtudták, hogy mire készül, érdekes módon a szomszédos faluban egy román nyelvű Csángó rádió is működni kezdett, de később nem bírta a versenyt. A keresztény csatornája egyedül maradt. De az volt más kulcsaság is. Az első időben sokkal több volt a házukban az áramszünetünk korában. Mert hogy ott a saját szobájában volt Jelenszó munkahelyes. A helyi hatóság is ők is megpróbálták eltérteni útjáról, de akkor már nem lehetett. A rádió beindult, 24 órában sugárzott. Keresztény többször is hangoztatta, hogy a rádió nem valami ellenjöttéte. Nem a románokat akarja hosszantani ezzel. A megbékélésre pedig jó példa, hogy a Csángó rádióban van román jelentése is. Ekkor már egyre többet kell figyelni rá. 2011. november 12-én elsőként vehette át a moldvai Csángók közül a Csíkszeredai konzulátuson a magyar állampolgárságot bizonyító honosítási kötelet. Keresztény Csíkfaluban legalább a Kalló Zoltán is, aki rengeteg értékes elvételt adott át a rádiósnak. De járt nála a segítésző is. Ugye Csáncsor? Sőt, egyszer még egy 30 éves motoros társaság is felkereste. Azok kocsék volt akkor is, ma is, de képzeljük csak el, micsoda esemény lehet Csíkfaluban, a több mint 2000 magyarországi motoros megjelenése. A Csángó rádió ott volt a nagy eseményeken, a Csángó fesztiválon, a Csángó bálon, ahol a nőbe jelentkezésekkel tudós
számunk pedig hamar megkérdezni, és ezt még is elmondja. Az egyik nyáron szeretett Gerél még a közeli szerepkartakkal is jelződették a főszerkesztővel. Jól emlékszem, a Magyar Rádió vezérigazgatója Jónás István is meghívta Budapestre cselezték. A Kunigunda utcáról a közmédia bázisain megillentőtet figyelte és hallgatta a Kossuth Rádió műsorait, de csak egy ideig volt megillentődő, hiszen kollégák között volt, akik egymásnak adták át a rádiós. Cselezték a délelőtt napközben, majd a délután műsorban szerepelt. Mindenre fel kellett készülni az elmúlt életben. Áramszünet esetén benzint tett a generátorba, hogy ne álljon az adás. A rádió működésénél ugyanis a legnagyobb katasztrófa a csend. Ilyenkor a hallgató nem tudja, hogy mi történik, megzavarodik, rosszra gondolja. Egy laptoppal és egy fülhallgatóval ült. Azt mondta, az elmúlt években nem vett magára még egy sört sem. Ingyen dolgozik ki már 9 évvel. De ingyen nem adták se az államnak, se a minden. Lettával Ausztráliából jelentkeztek, de volt olyan Liechtensteini látogatója, aki csak németülnek, mégis nem jön össze a családunk útjára. Ma már évente 5-600 ezer hallgatója van. Most, 9 év elteltével, elégedett és büszke. A rádiózásnak köszönhetően találta meg szerelmét, családját. 2014-ben a parlamentben kapott egy díjat. Az eseménykör televíziós tudósítás készült, ezt látta a figyelmi felesége. Az esemény után egy évvel a fiatalok nagy szabadban találkoztak, majd újabb egy év elteltével Cselezni Magyarországra költözött. Gyula mellett sarka keresztül alaknak, minden véletlen az Aranyváros utcában. És a rádió most már minden ott a kínálva, hogy szerte a világban is érheti a családok kultúrát. Mi pedig hallgatjuk laptopunkról, mobiltelefonunkról, néha felhangosítjuk az elég, néha a fülünket szorítjuk a hangszóróhoz. Mert egy kicsit minden ügyesen. Hogy adjál a díjat a kitüntetetnek.